Ezen a térképen éppen azt mutatják a fetivízik szakemberei, hogy a bereg mely részein valósult meg tájgazdálkodási és infrastruktúra fejlesztés. A projekt keretein belül olyan tájgazdálkodást alakítottak ki, amely során a környezetállapota javul, miközben a gazdálkodók életkörülményei is kedvezőbbé váltak. A pályázatnak a lényege tulajdonképpen, hogy tiszai vízpótlással a berekbe vizet tudunk juttatni ideiglenes szivattyú állásokon keresztül. Több vízkormányzó műtárgy épült meg, melynek segítségével vízmegtartást és vízkormányzást tudunk végrehajtani. Meglévő csatornák rekonstrukcióját valósítottuk meg, illetve új vízpótló csatornákat építettünk. Itt a mögöttem látható vízszintérzékelő műszer is a pályázat keretében valósult meg. Több helyszínen is megvalósult ilyen létesítmény, ami azt a célt szolgálja, hogy valós azonnali képet kapjunk az adott csatornák, a fontosabb csatornák vízállásairól. 1,2 milliárdból valósult meg KEHOP forrásból. Megint mondom, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Fetivízik közös konzorciumában. A projektben mintegy 20 településen, 22 ezer lakos és több mint 860 hektárnyi terület érintett, ahol optimális esetben megközelítőleg 7 millió köbméter vizet tudnak visszatartani a vízügyi szakemberek. Ezzel a száraz, aszályos időszakban segíteni tudják a gazdálkodókat, biztosítva a megfelelő mennyiségű öntözővizet, valamint a vízkormányzással elő tudják segíteni a természetvédelmi értékek megóvását is. Két vízpótló mű épült meg, épültek depónia magasítások, mondjuk körülbelül 130 méter hosszan, épült három új vízpótló csatorna, 73 darab új műtárgy, vagy műtárgyrekonstrukció, 26 darab új műtárgy épült, ebből egy nagyobb a Makócsa főcsatornán, ami a vízszint szabályozást teszi lehetővé. Vízszintérzékelők épültek 6 helyen, és még anyaggödör rendezése is történt, a gerénesi anyaggödör. Ezen kívül még a fenntartásra eszközbeszerzés is lett tervezve, ami a fenntartást fogja segíteni. A beregi tájgazdálkodás program során a már megépült beregi tározónál 103 műtárgy volt. A projekt tavaly februárban kezdődött, mára pedig műszakilag elkészültek a vízvisszatartó rendszerek. A beruházás keretében összesen 26 új műtárgyat építettek, és 73 már meglévőt újítottak fel. Így a beregi térségben mintegy 200 kilométernyi csatornahálózat és több mint 200 műtárgy segíti a vízgazdálkodást.